Sziasztok! Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de nekem egy állandó jellegű problémám, hogy soha nincs elegendő mennyiségű adapter a lakásban, az eszközei mindig egyszerre merülnek le, és a limitált adapter mennyiség miatt, amelyek amúgy sincsenek meg, mert jellemzően magammal viszem őket, és mindig máshol rakom le, nem tudom tölteni őket. A másik probléma pedig az, hogy alapvetően az összes ajzat használatban van a lakásban szinte, úgyhogy mindig mehet a varia, hogy minek a helyére fogom most bedugni tölteni a telefont, a képstabilizátort, a kamerát, akármit. Plusz még hozzájöhet az is, hogyha valakinek olyan a lakás elrendezése, hogy ezek nehezen hozzáférhetőek, akkor még azzal is lehet szívni. Viszont a Le Grandnak erre is van egy megoldása, egy olyan elosztóval, amelynek viszonylag hosszú csatlakozója van, ezért mondjuk a legtöbb helyre fogjuk tudni csatlakoztatni, illetve a másik, talán a legfontosabb funkciója, hogy ez felülethez kötött, rögzített úgymond, ezért egy állandó jellegű fix töltőpontként tud működni a lakásban, vagy áramellátópontként. A tegnapi videóban is egy Le Grandtól kapott terméket néztünk meg, mégpedig ezt az asztali multifunkcionális töltőállomást, amelybe két dugvillát csatlakoztathatsz, egy USB-A portot és egy USB-C portot tartalmaz, ezen kívül pedig a tetejére helyezheted a mobilodat, és vezeték nélkül tudod tölteni. Hogyha esetleg ezt a videót nem láttad, akkor itt valahol az infogombra kattintva megnézheted, illetve azért is javaslom, hogy nézd meg, mert a Le Grand Magyarország ZRT-ről is elhangzik néhány információ, pontosabban a Le Grandról magáról, ami érdekes lehet akár. A mai videóban pedig tovább fogunk menni a következő termékre, amelyet már az előbb beharangoztam. Ez a Le Grandnak a megújult elosztó palettájáról származik, úgyhogy kezdjünk is bele. Így át is tértünk a helyszínre. Ugye az előző videóban említettem, hogy ezeket a termékeket egy-egy helyszínre fogjuk kivetítve megvizsgálni, hogy ott hogy funkcionál. Én most a nappaliba navigálok benneteket, de ezen kívül ezt a terméket egészen nyugodtan lehet, ha alkalmasra a felület irodában használni, vagy hálószobában, esetleg egy műhely pultra vagy deszkára is fel lehet szerelni, és akkor ott tökéletes mobiltöltési pontként, vagy pedig áramellátóként funkcionál, kis helyet foglalva és rejtve a kábeleket. A mai Le Grand termékünk ez az elosztó lesz, amelynek a csomagolása stílusában teljesen megegyezik az előző termékkel. A csomagolásból kivétel nélkül egyértelműen kiderül, hogy ez egy elosztó. Vezeték nélküli töltést ugyan nem tud, viszont nagyon kis helyet foglal. Az asztal lapjára lehet rögzíteni. Szemből két USB-t tudunk csatlakoztatni, illetve oldalról 2-2 dugvillának van benne hely. Nézzük is meg! Akkor a mai termékünket hamarosan kibontjuk, de előtte vessük egy pillantást a csomagolásra. Ahogy az előbb mondtam, ebből a termékpalettából az összes terméknek új csomagolása van, és mindegyik megegyező dizájnnal érkezik. Ebbe is van egy kis ajtócska, amelyet mágnes tart a helyén. És mint az előzőnél, itt is leírásokat kapunk arról, hogy melyik csatlakozó mekkora feszültséget tud leadni, illetve az elnevezéseket láthatjuk, és kapunk egy betekintést magára az elosztóra. Illetve még itt is fontos információ lehet az, hogy a csomagolás az műanyagmentes, és 50%-ban újrahasznosított. A grafikai megjelenítés itt is helyet kapott, illetve itt láthatjuk a méreteket is, és szerintem akkor nincs más hátra, mint előre, bontsuk ki. Így néz ki a töltőállomás. Itt ugyan nem szövetkábelünk van, de jó minőségű gumi, vagy valami műanyagszerű anyagból készült, és szintén vastag. A hossza egyébként 1,5 méter. A működése pedig úgy néz ki,
hogy az asztal lapjára felcsúsztatjuk, és akkor szemből van két-két USB portunk, oldalról pedig egy-egy dual villának, illetve kettő-kettő, összesen négyet tudunk csatlakoztatni. Ami még egy nagyon jó és figyelmes dolog, hogy a csatlakozó az nem a kábel törik, hanem egy kis tengely körül el tud fordulni, így könnyen el tudjuk helyezni akár olyan helyre is, ahol vízszintesen lefelé lóg a kábel, vagy pedig függőlegesen megy előre, vagy a kettő között bárhová. A termék tetején található egy bekapcsoló gomb, illetve ugye ez a része fogja tartani az asztalon, itt ilyen kis gumi korongok tartják a helyén, és alulról pedig egy ilyen kis, hát nem is tudom mi lehet, ez valami rugós műanyag, ami oda feszíti az asztalhoz, hogy biztosan nem mozdulhasson el. Szerintem jól néz ki, és tényleg a legfontosabb az az, hogy kis helyet fog elfoglalni az asztalon. Nos, mint láthattátok az előző felvételen, az elhelyezése az valójában egy másodpercbe telt. Rá kell csúsztatni arra a felületre, amin használni szeretnénk, utána pedig a csatlakozóját csak be kell dugni. Az előzőt nem gyorsítottam fel, szóval tényleg ennyit kibontottam és csak rácsúsztattam. Meglehetősen masszívan a helyén tartja, főleg, hogyha még alulról is valami be van dugva és az lefelé húzza a súlyt, szóval ez így nagyon ideális. Arra kell figyelni, hogy ne legyen túl vastag az a felület, amire el szeretnénk helyezni, illetve a felület alatt legyen annyi hely, hogy be tudjon lógni alá az alsó része. Az én íróasztalom például nem alkalmas ennek a használatára. Jobban belegondolva, igazából ide könnyedén el lehet helyezni, és még ott is tartja egész masszívan, és akkor így ki tudnám használni egy részét, viszont ugye az USB-ket nem tudom kihasználni, tehát akkor lenne az igazi, ha ide tudnám rakni, az viszont nem játszik, mert az alsó része útban van, és ugye nekem az egész asztalom ilyen. De ugye aki ilyet vásárol, az nyilvánvalóan olyan helyre veszi, és utána jár ennek, ahová ezt fel tudja helyezni. Az én íróasztalomon az előző videóban látható indukciós, multifunkciós töltőállomás a legideálisabb. Ez például olyan íróasztalokra lehet alkalmas, aminek a hátulja úgymond lyukas, vagy ami itt a csomagoláson is látható, hogy van egy bemélyedés. Vagy, mint ahová én is raktam, ez abban a helységben van, ahol az íróasztalom is van, de ez a nappali is mondhatni, szóval egy ilyen kis nappali dohányzó asztal is tök jól el lehet helyezni. Beépül a környezetébe, tehát nem annyira feltűnő, most itt kitűnik, mert piros meg fekete azok elég kontrasztos színek, de szerintem jól néz ki, és akkor itt mindig kéznél van például kettő darab USB ajzat, hogyha mondjuk filmezés közben szeretném tölteni a telefonomat, vagy pedig alulra tudok csatlakoztatni hozzá lámpát, hangulatvilágítást, akár még a porciót is, hogyha itt benne szeretnék porciózni, szóval ez így egy elég ideális megoldás nappaliba is.
amit láthatjátok, egyetlen egy gomnyomásra tudom áram alá helyezni. Itt az összes csatlakozó a gomb állapotától függően kap áramot, vagy nem. Most itt láthatjátok, felraktam tölteni egy kültéri lámpát, illetve az AirPods-ot, meg egy asztali lámpát, vagy a éli lámpát, ki minek használja. És hogyha most kikapcsolom, elveszem az áramot, akkor mindentől egyszerre fog elmenni. Ugye ez is ledes, azért világított még egy pár másodperccel tovább, de alapvetően ez tök jó erre, hogy áramtalanítani tudjuk könnyedén az eszközeinket. De kapcsoljuk vissza. Szóval láthatjátok, hogy például a kábeleket nem kell az asztalon elvezetnem, nem kell itt körbe mindenhol kábelekben botorkálni, hanem tökéletesen az asztal mögött el tudom vezetni, és nem egy nehezen hozzáférhető elosztó az, amin az áramot tudom kibe kapcsolgatni. Illetve az, hogy szemből be tudok dugni két USB-t, az nagy könnyedség abból a szempontból, hogyha mondjuk tegyük fel, ezt valaki nappaliban használja, és vendég érkezik, csak fogja, rádugja a telefonját, és már tudja is tölteni, vagy ha mondjuk az asztalnál az összes portom foglalt, akkor ide camogok egy kábellel, és be tudom dugni a lámpámat is tölteni. És egy nagyon ízléses, dizájnos, tényleg nagyon kevés helyet foglaló kis eszközön van, ami amúgy a hétköznapokban észrevehetetlen, úgyhogy ez egy nagyon jó megoldás a szintén a Legrandnak, és tényleg az, hogy alulról még négy további eszközt tudok csatlakoztatni, az zseniális. Térjünk is rá akkor a dizájnra, amely úgy gondolom, hogy meglehetősen egyedi a szabadon rögzíthetősége miatt, és elegáns is. Színben feketében érkezett hozzám, ami úgy gondolom, hogy a legtöbb környezetbe beilleszthetővé teszi emiatt, mert a fekete az tényleg mindenhez passzol. Kialakításából adódóan, ami már többször elhangzott a videóban, de leginkább a dizájnhoz kapcsolódik, talán a legfontosabb tulajdonsága az lehet, hogy szabaddá tehetjük vele azt a felületet, mondjuk az íróasztalunkat, ahová rögzíteni szeretnénk. Nem minden íróasztal lesz tökéletesen alkalmas a rögzítésére, ugyanis nekem egy vastagabb íróasztalom van, amelyben fiókok vannak, ezért én ennek a felületére nem tudom rögzíteni, de például egy olyan íróasztal, amely középen nem fiókos, meg nem fakkos, hanem csak a lap helyezkedik el, ott például tökéletes megoldás lehet. Pont ezért nem biztos, hogy mindenkinek megfelelő választás lehet, ezért utána kell nézni, hogy az a felület, ahová rögzíteni szeretnéd, mennyire alkalmas ennek a használatára. Ide kapcsolódik az is, hogy milyen vastag asztallapra vagy munkalapra rögzíthető. Ez a chipeses megoldásnak köszönhetően akár 63 mm vastag is lehet. Az árat tekintve az első Google által kihozott webshopból nyertem információt. Ez valamivel több mint 20 000 forint, egészen pontosan 20.307 forintért vásárolható meg. Lehet, hogy ettől van drágábban, de az is lehet, hogy olcsóbban. Én úgy gondolom, hogy ennyit ez az eszköz simán megér, tekintve, hogy egy egyedi megjelenésű designer és prémium elosztót vásárolhatsz ennyiért, ami kis helyet foglal, könnyű használni és egyszerű. Elérkeztünk a videó végéhez, ahol összegezném az eddig elhangzottakat, és mondanék egy javaslatot, hogy leginkább kiknek lehet hasznos, bár ez már amúgy is elhangzott a videóban. De összességében egy olyan eszközt tekinthettünk meg, amely megfizethető áron egyedi megjelenést nyújt, prémium minőségben, könnyed ki- és bekapcsolás funkcióval, négy dugvillával és két USB csatlakozóval, rendkívül helytakarékosan, vagy kik azok, akiknek mindenképpen javasolnám. Leginkább az első szempontból azok, akiknek olyan bútoruk van, amire ezt rögzíteni lehet. Gondolok itt akár dohányzóasztalra, vagy íróasztalra, vagy műhelyasztalra, és akiknek fontos az, hogy
egy egyedi megjelenésű és helytakarékos áramforrással üzemeltethessék, illetve tölthessék a fogyasztóikat. Hogyha tetszett a videó, akkor iratkozz fel és lájkold, nyugodtan írd le a véleményedet a komment szekcióba, ha nem láttad, akkor nézd meg az előzőt is, és hamarosan érkezem a következő termékkel, meg még vannak egyéb ötleteim is, úgyhogy találkozunk. Sziasztok!